Az energiaárak emelkedése miatt a Tolnai városvezetésnek fontos döntéseket kellett meghoznia az önkormányzathoz tartozó intézményekkel és azok jövő évi finanszírozásával kapcsolatban. Ennek okán tartottak rendkívüli képviselőtestületi ülést Tolnán. Az idei évet ez annyira nem érinti, hiszen a számlák nagy része az a jövő évben fog realizálódni, tehát ez az idei évben még nem jelentős probléma, de a következő évben mindenképpen az lesz, és azt próbáltuk valamilyen szinten kompenzálni, hogy ugyan az önkormányzatnak vannak saját bevételei, így a kommunális adó, meg az iparűzési adó. Kommunális adót ugye fejlesztésre kell fordítani mindig, és van állami normatíva, de hát a saját bevételeiből az önkormányzat az intézmények működtetéséhez jelentős összeget tesz hozzá. Úgyhogy most a képviselőtestület úgy döntött, kettő intézmény tekintetében történt ez meg, a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal, illetve a Vosinszky Mór óvoda tekintetében, aminél meghatározott egy összeget, amivel várhatóan a jövő évben finanszírozni fogja ezt a két intézményt. Nyilván ez még korrigálódni fog, hiszen akár a minimálbéremelés, akár a dologi kiadások, és itt most nem a rezsire gondolok, hanem más dologi kiadásokra, vagy fejlesztésekre. Ezt az összeget még nem tartalmazzák, úgyhogy ez egy alap, amiből ki lehet indulni a jövő évi költségvetés tervezésekor. Ez az összeg az óvoda tekintetében 62,5 millió forintot jelent. Az óvodánál még arról is döntés született, hogy a képviselőtestület arról döntött, hogy a jelenlegi 8 órás konyhai dolgozók munkaidejét 4 órára fogja csökkenteni, illetve várhatóan szeptember 1-től megszűnik egy óvodai csoport. Ugye az önkormányzat a finanszírozást a gyereklétszám után kapja, és a gyereklétszám egyébként már nem indokolja azt, hogy 17 óvodai csoport legyen, úgyhogy bár erről döntés csak jövő év májusában születik, de várhatóan egy óvodai csoport meg fog szűnni. A közös önkormányzati hivatal esetében azok az állások, melyek jelenleg nincsenek betöltve, leépítésre kerülnek. Tehát 32 főben határozta meg az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal működését, és szándékai szerint a jövő évben 40 millió forintot tesz az állami normatíván kívül hozzá ennek a hivatalnak a működtetéséhez. A családsegítő központ tekintetében döntés nem született, hiszen ez társulás működteti, inkább egy ilyen iránymutatás a számomra, hogy mi az, amit a társulás elé terjesszek majd. Ezt nyilván azoknak az önkormányzatoknak is a megállapodások módosítását jóvá kell hagyniuk, úgyhogy itt több mindenről szó volt, átcsoportosításokkal, energiatakarékossággal és tényleges feladatfinanszírozással az önkormányzat részéről. Én azt gondolom, hogy annak az intézménynek a működtetéséhez nem kell jelentősen többet hozzátennünk, mint a 2022-es évben. A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár működéséhez minden évben több mint 80 millió forintot biztosít az önkormányzat. Ugye a közművelődés az, amit a legkevésbé finanszíroz, úgymond az állam, tehát ide nagyon sokat kell hozzátennünk, de döntés egyelőre nem született, hiszen a napokban jelent meg egy kormányrendelet, amiben olyan fontos dolgok az ilyen típusú intézmények működésével kapcsolatban olyan fontos dolgok jelentek meg, hogy úgy döntöttünk, hogy ezt a jövő heti rendes ülésre halasztjuk, tehát ott is kell intézkedéseket hoznunk, de ezeket az intézkedéseket a jövő évre, vagy a következő testületi ülésre halasztottuk. Döntés született arról is, hogy a igazgatási szünetet rendelünk el, tehát a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. december 22-től január 6-áig, ez egy pénteki nap, addig nem lesz nyitva, és igazgatási szünet lesz, ugyanúgy egyébként, ahogy az összes állami intézménynél is. Tehát az utolsó munkanap, vagy olyan nap, amikor ide jöhetnek az ügyfelek, az december 21-e, és a jövő évben az első pedig január 9-e, tehát az a hétfői nap. A rendkívüli ülésen az orvosi ügyelet kapcsán is döntött a városvezetés. Lejárt a
Az orvosi ügyeletben a szolgáltatóval a szerződésünk, és az elmúlt testületi ülésen arról döntöttünk, hogy egy beszerzést indítunk el a tekintetben, hogy ki az, aki január 1-től el fogja látni majd ezt az ellátást. Érvényes két ajánlat érkezett, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi szolgáltató az, aki lényegesen alacsonyabb árat adott, mint a másik, bár a mostaninál egy kicsit magasabbat, úgyhogy ezt érvényes ajánlatnak tekintjük, és velük fogunk egy éves időtartamra szerződést kötni. Szóba került a testületülésen az is, hogy várhatóan változni fog az egészségügyi törvény e tekintetben, hogy kinek kell biztosítani az alapellátási ügyeletet, úgyhogy majd, ha ez a jogszabály kihirdetésre kerül, akkor felülvizsgáljuk ezt a szerződést, de január 1-től minden bizonnyal a jelenlegi szolgáltató a SPEDMET fog szolgáltatni a jövőben is.